Sopron az immár határok nélküli Európa határmenti városa. Az innen karnyújtásnyira fekvő Ausztria és az egy órányira autóval megközelíthető Bécs itt elsőként hatott serkentőleg a kapuját kitáró Magyarországra és az itt élő tenni akaró polgárokra. Az ősi falak között megpezsdült az élet. Ennek egyik szép példája a Templom utcában egymást követően megszépülő műemlékházak sora. Az Artner palota a Templom utcában a 18-as házszámot viseli. Műemlék ez a javából, felújítását kívül belül Csák Máté építész szervezte, tervezte és bonyolítatta. Ez az épület a műemlékek megmentése terén végzett munkáinak egyik büszkesége. Feleségével, Körmendi Annával úgy megszerették ezt a várost és ezt a házat, hogy második otthonukként itt telepedtek le. Aztán úgy döntöttek, hogy idehozzák hazánk talán legnagyobb kortárs magyar művészeti gyűjteményét. Aki a bejelentkezését követően személyesen látogatja meg ezt a képzőművészeti tárlatot, az a múlt század második felétől a 21. század napjainkig tartó műtárgyainak pazar felvonulását szemlélheti meg az Artner palota egymással kezet fogó termeiben, szobáiban. Keresztmetszete ez mindannak, amit festő vászonra és papírra, szobrászok gipszbe, kőbe, márványba, textilbe, üvegbe álmodtak. Aki ismerője szerelmes a modern művészeteknek, az dobzódhat a látványban. Mindemellett biztos talál sok újdonságot is. De aki most akar csak megismerkedni egy különleges vizuális világgal, az is bátran kezdheti tanulmányait a Körmendi Csák gyűjtemény felfedezésével. Itt garantáltan igazi forrásból merítheti ez irányú ismereteit. Egy ilyen gyűjtemény, amíg az alapítók, tulajdonosok iránt elkötelezett leszármazottak magukénak tudják a küldetést, sohasem mondható befejezetnek. Esetünkben legalábbis addig, amíg a modern művészet nem fordul valamilyen, ma még kiszámíthatatlan, az eddigieknek nem szerves folytatását jelentő irányba. Mert akkor és ott pont kerül ennek a történetnek a végére. No de addig... A mára is már több ezer képet, szobrot, grafikát, rajzot és textiliát magába foglaló hatalmas anyag napról napra gyarapodik. Itt vannak a korszak örökbecsű alkotóinak megkérdőjelezhetetlen alkotásai. Ezek a művek természetesen a kiállító termek falain a fő helyeket foglalják el, alkotóik pedig méltán lettek megörökítve, tudják, Gyémánt mester csoportképén. A nézelődést kezdjük Gyémánt László Erőátvitel 2000-ben készült nagyméretű festményénél. Ezen a Csák-Körmendi házaspár baráti és művészi köréhez tartozó művészeket és művészettörténészeket örökítette meg a mester. E hatalmas munkához előtanulmányként használta azokat a fényképeket, melyeket a tulajdonosok a mai napig becsben megőriztek. Régi festészeti hagyományok folytatója ez a csoportkép. Végül is pillanatfelvétel ez az ezred forduló napjaiból olyan nagykaliberű alkotni akaró emberekről, akik másként, talán más-más irányzat szerint és formában látják a világ dolgait, ám alkotásaik csatarendbe állíthatók, mert az alkotások egy nyelvet beszélnek. Így találkozhattak egymással a Körmendi Csák gyűjtemény válogatásában. A képen megörökített művészek. Gyarmati Tihamér, Orosz Gellért, Séner Mihály, Kokas Ignác, Haraszti István, Gerzson Pál, Dienes Gábor, Sós
Svábi Lajos. Gyémánt László. Szabó Zoltán. Frey Krisztián. Paposzkár. Deim Pál. Katona Zsuzsa. Ahhoz, hogy egy modern művészeti gyűjtemény időtállónak bizonyuljon, bizony nem elég a tulajdonosok még oly hozzáértő közeledése sem. A munkához tanácsadókra, azokból is a legképzettebbekre volt és lesz szükség. Több szem többet lát, mondja a magyar szólás, tehát a körmendicsák gyűjtemény folyamatos fejlesztésében kiveszik a részüket azok, akiknek a szava fontos és messzire hangzik. Nagyon regényes a gyűjtemény keletkezése. Csák Máté építésznek szakma gyakorlásából adódóan rengeteg művész barátja volt. Főfoglalkozása mellett grafikákat, akvarelleket alkotott és alkot. Így örökre eljegyezte magát a művészet ezen ágazatával is. A feleségével együtt megtakarított pénzüket, ahogy futotta rá, az egyik legnemesebb célra fordították. Kortárs festményeket, szobrokat vásároltak. Ezek az első darabok alapozták meg a ma mintegy 4000-esre becsült gyűjteményüket. Csák Máté írja egy helyütt. A műgyűjtés szelekció, válogatás a műremekek között. Felelősségteli szelekció, a tulajdonos felelősségével. Mit tehet ehhez hozzá a ma vele szimpatizáns humanista? Azt, hogy ezen kollekció bemutatása és közkincsététele meghozza a gyűjteménnyel együtt élők felelősségét is. Hiszen a felsorakoztatott műtárgyak egyenként is, és a maguk összeválogatott egészében is a rácsodálkozók figyelméért kiáltanak. Lehet örülni neki, és ha kell, lehet bírálni is. A műtárgyak számára csak a közöny az, amit bizony ki nem érdemelnek. Hiszen ezek a képek és szobrok üzenetvívői a mának. Saját nyelvükön köszöntik ők az eljövendő évszázadokat. Maga a körmendi csákgyűjtemény alkalmas egy bizonyos kulturális diplomáciai szolgálatra is. Folyamatosak a meghívások, melyek eredményeként hol kisebb, hol nagyobb számban keltek útra a műtárgyakból az adott alkalomra válogatott, speciális mondanivalójú kollekciók. Hírét víve annak, hogy milyen is a múlt század második felének, az új évezredünk első éveinek termése. Magyarországon a művészetek élvonalában.